A Városháza Martin termében találkoztak a tatai kistérségi szociálpolitikai kerekasztal résztvevői, a tárgyalást az önkormányzat munkatársai, a szociális területeken tevékenykedő intézmények vezetői és szakemberei, valamint a támogató szervezetek képviselői tartották, ahol sorra vették az egyes szakterületeken idén tapasztalt változásokat és az ellátás jövőbeli legfontosabb feladatait. Két évente felül kell vizsgálni az úgynevezett szociális koncepciót, és mivel ezt a kistérség, a szociális munkát a kistérség látja el, ezért a kistérségi résztvevők, szereplők, azok, akik szociális munkát végeznek, azok az intézményeknek a képviselői tagjai, ből álló kerekasztal konferencián megtárgyaljuk, elfogadjuk a javaslatokat, észrevételeket, módosításokat. Aztán a hivatalnak a feladata az, hogy ezek alapján, a javaslatok alapján elkészítse az újabb két évre a szociális koncepciót, majd ezt a kistérségi tanácsnak kell elfogadni, ha ez elkészült. A koncepció célja, hogy a szükségletek irányából határozza meg a szociális szolgáltatások alapelveit, valamint a fejlesztések ütemét. Tata városában és a kistérségben lévő településeken a szociális ellátás minőségi rendszere működjön, melynek középpontjában a támogatásra szoruló egyén áll. A szociális munka a gyermekvédelemtől kezdve az időseknek az ellátása, a fogyatékkal élőknek az ellátását, nehéz élethelyzetbe kerülő ellátását. Tehát nagyon sokrétű feladat ez. És maga a feladatnak a célja is nagyon sokrétű. Egyrészt az a célja, hogy senki ne maradjon bajban, mindenkin segítsünk. A másik alapvető célja kell, hogy legyen, hogy elősegítsük, hogy az önellátást, az önálló életvitelt azt minél inkább, ezeknek a feltételeit minél inkább megteremtsük az ellátottak számára. Dr. Varga András hozzátette, már az előzetes egyeztetések során kiderült, melyek azok a területek, ahol biztosan változásra van szükség. Jelenleg a Fényes Fasori otthon, ez egy korszerű otthon, de csak 100 fő befogadását biztosítja, és 130 valahányan vannak várólistán. Ugyanakkor a Kocsi utcai otthon, mivel nincs más megoldás, ideiglenesen az ANTS megadta a működési engedélyt. Ott 60 fő lakik, de hosszú távon ez nem megoldás, ott a körülmények, feltételek nem megfelelőek, úgyhogy szükség lenne arra, hogy jó lenne, ha még egy 100 fő férőhelyet a Fényes Fasornál biztosítani tudnánk, persze nyilván még több feltételnek kell teljesülni. Az ülésen a résztvevők kölcsönös beszámolók során osztották meg tapasztalataikat az elmúlt egy évben végzett munkáról, és fogalmazták meg fejlesztési javaslataikat.